A Kassai Állami Színház Operatársulata ma mutatja be Verdi Otelló című operáját. A féltékenység pusztító erejéről, a másság elfogadásának illúziójáról szóló drámát 40 év után tűzik újra műsorra. A bemutató attól is érdekes, hogy a főszerepre ezúttal a 40 éves, rimaszombati származású Tóbisz Tituszt kérték fel. Ez a szerep, Otelló szerepe, azt hiszem egy nagyon érett férfinek való szerep. Egy mindent megélt, átélt, küzdött, raboskodott személy, aki végül is felküzdötte magát a ranglétrán, és egy elfogadott idegenné vált. Azt gondolom, hogy ezt azért meg lehet találni az én személyiségemben is, ugye? Nem mintha idegen földön lennék, de Magyarországon révén egy mostani szlovák közegben, vagy akár Csehországban is csinálom a szerepet, tehát egy cseh közegben, azért itt-ott én is érezhetem ezt. Nem kellett mélyre nyúlni a lelkembe, hogy egy atrocitásokkal teli helyzetet elképzeljek. Máme súbor, z ktorého môžeme vyskladať jedno domáce obsadenie. Dokonca niektoré postavy viem obsadiť dvojmo, teda aj v alternáciách. No a potom istým spôsobom to bol aj taký kalkul, pretože máme skvelého solistu v súbore Titusa Tóbisa, ktorý je nielen po spevackej stránke Otelom, ale je aj svojou fyzionómiou nesmierne atraktívny muž, ktorý do mojej koncepcie, aj do koncepcie režisera presne zapadá, že to je ten Otelo. A Kassai Opera igazgatója az Otelló megrendezésére egy kiváló magyarországi szakembert, Nagy Viktort kérte fel, akinek ez az első rendezése Kassán. Tóbisz Tituszt a főszerepre ő is teli találatnak tartja, noha eddig nem találkoztak. Egy különleges ember, egy nagyon érdekes ember, egy nagyon érdekes alkat, és egy különleges karakter. És azt gondolom, hogy az Otelló az mindenképpen belevág az ő habitusába, a karakterébe, a hangi adottságainak megfelel. És én örömmel látom, hogy magára sikerült alakítani ezt a figurát. A dráma másik két főszereplőjét, a Jágót alakító Marián Lukácsot és a Desdemónát alakító Lucie Kasparkovát is baráti szálak fűzik Tóbisz Titushoz. Hiszen Jágó szerepét premierkor Marián Lukács fogja alakítani, aki egyébként tanárom volt a konzervatóriumban, és jó barátom is. Ugyan már szerepeltünk, de nem ekkora kaliberű szerepekben. Voltunk együtt színpadon, de ez egy új összetalálkozása a tanárnak és a diáknak, holott szinte egy korosztályok vagyunk, mégis ő tanított engem 4 évi konzervatóriumon. Illetve, tehát Marián Lukács, a bariton, Jágó, és Desdemona szerepét pedig pénteken este a premierkor Lucia Kasparková, csehországi énekesnő, opera énekesnő fogja alakítani. Ő vele viszont Cseszké Budějovicében Jenufát játszok, és ő játsza Jenufát, én Lacát, a szerelmes, különös szerelmes part játszunk, Leos Janáčektől a Jenufában. Úgyhogy én vele nagyon szeretek együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy egy húron pendülünk mindig. Hogy ezt sikerült elérni, ebben a legnagyobb szerepe Nagy Viktornak, a rendezőnek volt. Bármennyit is dolgoztam különböző rendezőkkel, ritkaság számba ment az, hogy egy olyan személyiséggel találkozzak. Nem mondom, hogy egyáltalán nem, de aki az opera terén ennyire tapasztalt, így érti a zenét, a hangjegyeket, a frázisokat, a katarzisokat, ennyire megélje velünk rendezőként, és ugyanakkor érzi a drámáját a dolognak, nem csak a zenéjét, mindenféle bugyrat átjárja velünk ennek a labirintusnak.
Tóbisz Titus szavai biztatóak és egyben ösztönzőek is lehetnek, hogy minél többen megnézzék az Otellót a Kassai Állami Színházban. A darab premierjét ma este 7 órakor tartják.